Ezeket a védéseket Fazekas Nándor idén már nem a veszprémi, hanem a dohai közönségnek mutatja be, hiszen a magyar klub augusztustól decemberig kölcsön adta Fazekast a katari bajnokság címvédőjének, az El Jaisnak. Az ázsiai kitérő felénél azonban Fazekas hazatért. Nyáron arról beszélgettünk, hogy vagy a Super Globe-ra és erre az Ázsian kupára kimennék, egy hetet edzenék a csapattal, és utána lejátszanám a tornákat, és utána közben is meg mindig is itthon lehetnék, de én inkább ezt a hosszú távú dolgot prefaláltam. Vagyis 4,5 hónapot tölt Katarban, a Super Globe-on állt a dohai klub kapujában, legközelebb pedig a decemberi Ázsia kupán vár rá ugyanez a feladat, így továbbra is találkozik európai szintű csapatokkal. A kézilabda szinten a mentalitás sokkal-sokkal másabb, tehát nagyon nehéz megszokni. Nem is úgy mondani, elviselni, megszokni ezt az ő mentalizálásukat, hiszen nagyon lazán kezelnek mindent. Az ottani kézilabda az olyan, hogy ez a csapat szinte mindent megnyer, hiszen a legjobb csapat Katarban, de ha európai csapatokkal játszanak, ott már előjönnek a hiányosságok. Most pont egy olyan időszakban voltunk, ahol a Super Globe-ot játszottunk, és európai csapatokkal is játszottunk. Igazából a többi kontinens csapatokat, azokat, akik a bajnokok ligáját a saját kontinensükön megnyerték, azokat megvertük. Azért az európaiakkal volt, hiszen a Flensburgot és a Barcelonát kikaptunk jócskán. Egyiptomi és tunéziai, valamint néhány délszláv csapattársa között a tekintélye is megvan a magyar kapusnak. Kiemelve nem is vagyok, de mint rangidős, vagy majdnem rangidős, nagyon sok dologban már megkérdeztek, hogy én hogy gondolom, hogy csinálnám, de igazából ezt az európai mentalitást, vagy az európai dolgokat nagyon nehéz átvinni, hiszen ott megvan már egy trend, amit szinte éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül már megszoktak, és ezen nem is nagyon akarnak változtatni. Az új szituációkkal egyedül kell megküzdenie, hiszen családja nem tartott vele. Minden nap nagyon-nagyon sokat töltök, most is a gyerekekkel vagy a családdal, nagyon-nagyon szeretek velük együtt lenni. De most ez a feladatom, profi kézilabdázó vagyok, tudom, hogy ott is a 100%-ot kell nyújtanom minden egyes edzésen, nem csak a mérkőzésen, úgyhogy megpróbálom a legerősebb énemet elővenni, és úgy koncentrálni, akár az edzéseken, vagy akár a mérkőzéseken. Ilyenkor viszont, amikor itthon vagyok, akkor megpróbálom 120%-ig kihasználni, hogy együtt legyek velük. A családon túl azért más is hiányzik Fazekasnak, és ez a hiány is kölcsönös. Hát hiányzik a vesztőnek, megmondom, mert itt azért tényleg ez a profizmus, vagy ez a 100%-os teljesítmény minden edzésen vagy mérkőzésen, ez nagyon-nagyon hiányzik. Ami jól esik, nagyon-nagyon hiányolnak, meg mikor a városba is bemegyek, vagy találkozok szurkolókkal, azok is hiányolnak, ami még jobban esik, hiszen a veszprémi szurkolókat is nagyon-nagyon szeretem, és nagyon-nagyon hiányoznak. Úgyhogy igazából várom azt is, hogy 15-én decemberben hazajöjjek, és végleg itthon legyek. Akkor pedig koncentrálhat további céljaira. Én szeretnék kézilabdázni komoly szinten még. Nem mai gyerek vagyok, de még úgy érzem, hogy nagyon sok minden van bennem. 2-3 évet még érzek magamban. Én nagyon-nagyon szerettek itt lenni, szerettem is itt lenni, és ha úgy adatik, akkor veszprémi mezben, hogyha máshogy, akkor azt kell elfogadnom. Ezt majd meglátjuk, hogy mit hoz a sors. Addig is irány Katar. Bőröngyét egy hónap után már újra be kellett pakolnia, hiszen decemberig még számít Fazekasra a dohai klub.